Több ezer abroncs egy nyíregyházi cég telephelyén, a legtöbb autó gumi már felszerelésre vár, a szerelők pedig szinte megállás nélkül centíroznak, gyorsan váltják egymást az autók a szervízben. A szerelők azt mondják, amikor már plusz 7 fok feletti az átlag hőmérséklet, érdemes a téli abroncsokat nyárira cserélni. Ez az időpont általában március közepén szokott esedékessé válni, ekkor indul a dömping. Hőmérséklettől függően szoktam le- és visszacseréltetni. Hát most már lassan lehet, most már 15 fokok járnak napközben, ilyenkor már fontolgatom, hogy visszatetettem, de még téli van rajta. Tavasszal több gumiabroncsal foglalkozó cég kedvezményekkel várja a gépjármű tulajdonosokat. Ezekre is érdemes figyelni, ám a legfontosabb a futófelületi minta mélységét ellenőrizni. Ez az elkopott nyári gumi már nem kerül fel egyik autóra sem, a barázdái nem elég mélyek, így már nem tapadna megfelelően. Van egy hivatalos mélység, az 1,6 mm. Viccesen azt szoktuk mondani, hogy eddig nem büntet a rendőr, ez alatt igen, de természetesen ezt nem szoktuk megvárni, vagy nem érdemes megvárni ezt az 1,6 mm-t, mert ez a nulla. Tehát a mai modern gépkocsik lóereje, súlya már nem teszi lehetővé, hogy ezt a borda, ennél a bordamélységnél használjuk. Általában azt szoktuk tanácsolni, hogy ez a 3 mm az már, amikor eljön, akkor már érdemes elgondolkodni rajta, hogy ez már cserélt ez az abroncs. A lecserélt téli abroncsokat megfelelő körülmények között kell tárolni. Száraz, hűvös, fénytől védett hely a legalkalmasabb, mivel a hő, a nedvesség és a közvetlen napfény meggyorsítja az abroncsok öregedését.